Hát én úgy gondolom, hogy ez a nagyon félre sikerült kupameccs után, hogyha valakiben nincs ott a motiváció, hogy abszolút ezt a hibát kijavítsuk a hétvégén, akkor az egy nagyon nagy hiba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen téren nem lesz ilyen. Most se azt gondolom, hogy mondjuk a motivációval lenne probléma, de be kell ismerni, hogy hát kényelmesen játszottunk. Tehát nem kell ezen mit szépíteni, úgyhogy... Abszolút itt van bennünk a bizonyítási vágy, ez most már bajnoki meccs lesz, kupa az más, nem ez a két frontos dolog, tehát bajnokságra szeretnénk koncentrálni, és hát várjuk most már, hogy igazából kezdődjön, mert elég hosszúra nyúlt ez a téli szünet. Egy dolgot látok igazából, amiben egy kicsit a csapatnak most mondjuk úgy változnia kellene szerintem, mert az biztos, hogy megmutattuk, hogy tudunk futballozni, egységesek tudunk lenni. Szerintem egy kicsit le kell vennünk magunkról azt a mellényt, hogy hát csúnya szóval élve elhittük magunkról, hogy hú, de jó csapat vagyunk, mert ez nem így van, ennek a csapatnak nem az az erőssége soha, hogy ugye egyénileg itt villogunk, vagy akár ki is eldönti a meccset, és hogyha nem lesz ott a minden egyes játékosban az alázat, meg az, hogy az utolsó percig is megyünk, akkor lesznek problémáink. Tehát ez látszódott most is a kupameccsen, hogy nem olyan csapat vagyunk, mint mondjuk esetleg a videóton, hogy egy-egy játékos majd eldönti a mérkőzéseket éppen kinek milyen napja van, hanem mi csapatként funkcionáltunk jól, azért, mert mindenki alázatosan csendbe csinálta a dolgát. Nem szabad egy pillanatig se senkinek elhinni, hogy mi hú de jó játékosok vagyunk, mert itt nem erről van szó. Úgyhogy szerintem, hogyha ezt helyre tudjuk rakni, és ezért én egy kicsit rosszul hangzik, de egy kicsit örülök is ennek a pofonnak, hogy elért minket ugye ez a kupa fiaskó, akkor én úgy gondolom, hogy abszolút minden visszamegy a régi kerékvágásba, és ugyanolyan sikeresek lehetünk, mint a tavaszi szezonban, vagy az ősziben. Ez egy olyan probléma nyilván, amit az ember, hogyha elmond, akkor úgy van, hogy esetleg mondjuk legyintenek rá, vagy hogy de hogy is még nincsen itt ilyenről szó, meg én nem változtam meg nem csinálok semmit másképpen. Én említettem, beszélünk is róla, biztos, hogy egyébként most is lesznek erről beszélgetések, de én úgy gondolom, hogy ez az a legjobb, hogyha mindenki magának jön rá, és szerintem egy ilyen mérkőzés mondjuk erre jó, mert a kupa egyáltalán nem úszott el, tehát itt nem ilyenről beszélünk, abszolút ebben a csapatban van annyi, hogy mi tovább jussunk, ezt is szeretnénk, természetesen addig szeretnénk menni, amíg csak lehet a kupában, de néha kell egy-egy ilyen pofon, hogy az ember visszazuhanjon a valóságba. Úgyhogy én személy szerint azt gondolom, hogy ezt most mindenki felfogta és realizálódott mindenkibe. Nyilván a kupameccsen nem ez látszódott meg nyilván azért voltak, tehát nem szabad szerintem ilyen álomvilágban élni. Dolgokat a helyén kell kezelni, én úgy gondolom. Nem szabad ugye homokba dugni a fejünket, meg hogy nem tudjuk, hogy mi történik. Nyilván mi is emberek vagyunk, mi is hallunk ezt, azt folyamatosan erről próbálunk azért elvonatkoztatni. Játékosok, a keret nem változott, most, hogy ez pozitív vagy negatív dolog, az nem a mi dolgunk ezt meg, vagy eldönteni, vagy megvitatni. Mi csináljuk a dolgunkat csendbe, és úgy gondolom, hogy nekünk abból kell mindig kihozni a legtöbbet, ami van. Tehát mi voltunk most a pályán ugye a kupameccsen, ez a mi szégyenünk volt, mi kaptunk egy nagy pofont, ebből nekünk kell felállnunk közösen, úgyhogy itt nem szabad ilyen külső körülményekre fogni, vagy bármiben keresni a hibát, hanem mindenkinek tényleg vissza kell állni a régi kerékvágásba, és saját magába keresni a hibát. Lehet, hogy brillírozni fognak, és egy jó erős középcsapatra feljönnek, de lehet, hogy ugyanott lesznek, ugye, mint a bajnokság első felébe, vagy akár még negatívabb irányba megy, mert hogy új játékosok érkeztek, ezt nem lehet tudni. Mi nekünk a saját dolgainkat kell rendbe tenni, és a saját dolgainkra kell figyelni, mint eddig is. Én mindig ezt mondtam, hogy ha itt rendben vannak a dolgok, és mindenki tudja, hogy mi a dolga, akkor nincsen különösebb probléma a csapattal, mert tehetséges játékosaink vannak.